Itt még szedik a nagykálótész almás kertjéből a jótékonysági célra felajánlott gyümölcsöt. Évről évre a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye gyermekvédelmi hálózatában élő fiatalok számára juttatják el a közösen leszedett almát. A programot közösségteremtő céllal már 6. alkalommal rendezték meg. A közös munkánál inkább közösségteremtő tevékenység nagyon kevés van. Úgyhogy azok a közéleti személyiségek a vármegyéből, akik ezen részt vesznek, egyébként a mindennapi munkájuk során is gyakran találkoznak egymással és dolgoznak együtt, viszont egy ilyen jótékonysági akció keretében, egy almaszedés keretében azt gondolom, hogy ez még inkább szorossá válhat az a munkakapcsolatom egyébként is kialakult korában. Úgyhogy van nyilvánvalóan egy ilyen szerepe, mindemellett ami a legfontosabb az, hogy nagy örömmel jön mindenki és vesz részt ebben az akcióban, főleg, hogy egy jótékonysági része is van. A nem első osztályú gyümölcsök egy része feldolgozásra került, az almaléből a gyerekeknek is vittek kóstolót. Az alma átadással az egészséges életmódra szeretnék felhívni a figyelmet, mondta el Bölcskei György, aki almás kertjét évről évre felajánlja a jótékony célra. Az egyik legáltalánosabb gyümölcs, de azért tudjuk azt, hogy mögötte nagyon sok olyan gyümölcs van, ami biztosítja az egész éves érdeklődésünket, valamint a zöldségekre is ugyanígy. És azért mondtam jelkép, hiszen mondhatnánk ugyanezt egy paprikára is, mindenről mondhatnánk, de ez a legáltalánosabb. Tehát azért, hogy ezzel felhívna a figyelmet arra, hogy valóban az egészséges táplálkozásnak ez egy döntő része. Én magam is ezt gyakorlom, igen. A megszervezett szüreten közéleti szereplők vettek részt, akik munkájukkal a szabolcsi almát is népszerűsítették. A jótékonysági akció keretében közel 1 tonna gyümölcsöt adtak át.